Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 20-a az a tavaszi nap éj egyenlőség. Ezen a napon tartok egy szertartást, ezen részt vehettek az energiai egyensúly 4000 forint, a szertartás este 8 órakor kezdődik, a téma az, hogy legyen meg a belső egyensúly, egy új irány, egy új kezdet, ami gyümölcsözni fog. Itt a képen látható ez a napi horoszkóp, március 20-a, és az indiai számítás szerint. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy az indiai asztrológusok másképp számítják ki a horoszkópot, mint a mi általunk ismert asztrológiánál, de ahogy az indiai asztrológusok közli, hol vannak a bolygók, az tényleg ott van az égen is, tehát ez egy nagyon precíz számítás, ezért dolgozom ezen a területen. Itt a képen látható a hold a vízöntő jegyében, MO, németül der Mond, magyarul a hold. Tehát itt van a hold a vízöntő jegyében. Ez aktiválja a mi terveinket, ötleteinket, elképzeléseinket. A hold a határon van, és hamarosan áttér a halak jegyébe, találkozik itt Neptun bolygóval. Hasonló az irány, hiszen Neptun bolygónál is, és a holdnál is álmokról, vágyakról, elképzelésekről van szó. És ha a halak jegyéből hat, akkor kihat az érzelmeinkre, hiszen a halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Tehát itt ennél a kapcsolatnál először tervekről, utána álmokról, vágyakról, elképzelésekről van szó. A nap itt van a halak jegyében, itt a képen SO, németül die Sonne, magyarul a nap, és ugyanazon a fokon van, mint Plutó bolygó itt a bak jegyében. Tehát van egy kapcsolat, egy úgynevezett sextil kapcsolat, ami nagyon jó. Tehát segítik egymást. A nap az megvilágít valamit, és Plutó bolygó azt jelenti, hogy koncentrálj a fontos dolgokra. A politikai eseményeket illetően a nap jelenti a kormányt, és Plutó bolygó jelenti a hatalmat. A kérdés az, ki hogyan uralkodik. És itt megvan ez a kapcsolat a nap és Plutó bolygó között. Amikor nem adjuk fel a dolgokat, amit Plutó bolygó még jelenthet, ez a belső erő, a belső hit. Hinni abban, hogy ez az elképzelés, ami most így megjelenik, ez megvalósítható. Sőt, a bak jegye segít ebben, hiszen a bak jegye az a föld elleméhez tartozik, és az jelenti a reális dolgokat. Itt a halak jegyében még álmokról van szó, itt a bak jegyében már reális dolgokról van szó. A nap és Plutó bolygó kapcsolata segít abban, hogy ez a terv megvalósuljon. Vénusz bolygó itt a kos jegyében együtt hat Ráhúval, a felfele mozgó kármikus csomóval. Itt látható Ráhú. Ez a kármikus csomó utal egy új irányra, egy új életterületre. Ezt Ráhú megvilágítja, megnagyobbítja, láthatóvá teszi, különösen számunkra, hölgyekre, hiszen Vénusz bolygó az egy nőies energia, utal ránk nőkre. Tehát itt lesznek változások.
Amit Vénusz bolygó itt még jelenthet egy kreatív tevékenység, vagy a szerelem, a párkapcsolat. Itt lesz egy közös életút, vagy közös tervek, egy új irány, de lehet egy új kapcsolat is. Mars bolygó az itt van az ikrek jegyében. Mars bolygó az jelenti az életerőnket, hova kellene az életerőnket befektetni, vagy jelenti a férfiakat is. Mars bolygó és a Nap és Merkur bolygó között, itt látható Mars bolygó, a Nap és Merkur bolygó, ami még hatásos, tehát itt a távolság olyan, hogy ez nehézségeket jelent, problémákat, akadályokat, feszültségeket, fáradtságot, nehézségeket, különösen amikor szerződésekről van szó, cselekvésről van szó, vagy kommunikációról van szó. Itt jelenleg vannak még félreértések, viták, veszekedések, nehézségek. Viszont, ha Merkur bolygó elhagyja a halak jegyét, és áttér ide a kos jegyében, akkor a kapcsolat Mars bolygóval előnyös. Akkor megvan a bátorság, a lelkesedés, az életerő, a kommunikáció, és egy szerződés aláírása nagyon előnyös lehet, hiszen utal akkor változásokra, újdonságokra, ami majd lelkesíteni fog téged. De jelenleg légy még türelmes, mert most nem ajánlanám ennek a szerződésnek az aláírását. Ami fontos itt ezen a napon, hogy a hold elhagyja a vízöntő jegyét, itt tervekről van szó, áttér a halak jegyébe, akkor majd álmokról lesz szó. A nap megvilágítja ezeket a témákat, és Plutó bolygó segít abban, hogy ez a terv, ez az álom megvalósuljon. Vénusz bolygó együtt hat Ráhúval, itt vannak kármikus témák, egy új irány a szerelemben, ami Mars bolygót, tehát a férfiakat illeti, és a kommunikációt, itt megvannak még a nehézségek, amit meg kell oldani. Abban a pillanatban, amikor ez az egyenlőség lesz, ez a nap-é egyenlőség, abban a pillanatban a mérleg jegye kel fel a keleti határon, tehát utal a fő témára, miről is van szó. Itt látható a képen a mérleg jegye és két ujja lefele mozgó kármikus csomó, ami szintén hat, az utal a múltra, az emlékekre, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez egy belső út, egy spirituális terület, és aktiválja az érzelmeket, ami felkel, ez a felkelő energia, ez a mérleg jegye, és ez utal a békére, a harmóniára, a kreatív tevékenységre, és a szeretetre is. Természetesen ez itt így Európában van ez az energia, tehát itt érezhető így, ahogy én most kiszámítottam ennél a horoszkópnál, de én úgy gondolom, hogy tényleg fontosak ezek a témák, a béke, a szeretet, a harmónia és az igazság. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!